Szóval, hát hello! A mai videóhoz kell egy kis backstory, ugye csináltam egy videót, hogy 5 napon keresztül 5 különböző Tinder randira elmentem, és abban a videóban kiemeltem, hogy mennyire furcsának tartom, hogy a mi generációnkban szinte csak a Tinder létezik, más társkeresők annyira nem, de ez amúgy kíváncsivá tett, hogy de lehet, hogy csak én élek egy buborékban, és lehet, hogy mások egyébként aktívan használnak egyéb társkereső applikációkat, csak én nem tudok róla. És elkezdett furdalni a kíváncsiság, megkérdeztelek titeket, hogy ti milyen társkereső applikációkat használtok, és rengeteget írtatok, és úgy voltam vele, hogy na jó, teszteljük le őket. Jelenleg azt el kell mondanom, hogy én most nem feltétlen vagyok aktív kereső, szóval most abban az életszakaszban vagyok, hogy nem feltétlen vágyom arra, hogy találjak valakit, viszont gondoltam, hogy ez egy szórakoztató videó lehet, és nem csak annyi, hogy letesztelgetjük őket, nem. Elkészítettem a nagy társkereső teszt táblázatomat. 7 applikációt fogok letesztelni, kizárólag applikációt, vannak olyan társkeresők, amik csak webes felületen vannak, hogy is mondjam, én ilyen épp hogy Z-generációsként ezt már túl boomernek tartom, hogy a laptopommal kell ilyen társat keresnem. Szóval nem, applikációkat fogunk nézni, 4 szempont alapján fogom őket elemezni. Van egy olyanunk, hogy az applikációnak a dizájnja és a praktikussága, tehát hogy mennyire letisztult, mennyire egyszerű használni. Van egy olyanunk, hogy felhozatal, na emiatt lehet, hogy szétfogtok. Ez egy kicsit ingoványos talaj, mert itt más embereknek a kritizálásáról van szó. Majd elmondom, hogy nekem mik a preferenciáim, mert vannak. Ez 100%-osan egy szubjektív vélemény lesz. Lesz egy olyanunk, hogy élmény. Mivel úgy döntöttem, hogy nagyjából egy hétig napi szinten aktívan szeretném használni mindegyik applikációt, és hogy milyen élményünket használni. És a végén az, hogy siker. Az, hogy siker, azt is nagyon nehéz mérni, hogy most miben mérjük a sikert, de mondjuk a sikert abban tudnám mérni, hogyha lesz ott egy-két olyan fiatalember, aki miatt nem fogom kitörölni ezután az applikációt, mert még szívesen beszélgetek vele. Mindenhol 10 lesz a maximum pont, és aztán összeadjuk, és rangsoroljuk, hogy szerintem a Tinderen kívül, mivel a Tinder nem szerepel ezen a listán, mert azt szerintem azért a legtöbbünk elég jól ismeri, aki nem, az sajnálom, az nézze meg az előző Tinderes videómat. Szóval pontozzuk, és szépen rangsoroljuk. Kezdjük is el, eszméletlenül izgatott vagyok. A közönség kedvenccel fogjuk kezdeni, ami nem lesz más, mint a Badoo. A Badoo-t írtátok a legeslegtöbben. Oké? Okay? A design eddig tetszik, lila rózsaszín. Bekapcsolom most mindenhol az értesítést, mert ez lehet, hogy motiváció lesz, hogy a hét folyamán használjam, hogyha jön értesítés onnan. Oké, okay, regisztrálunk, mi a neved? Felvállaljuk a nevünket, Dóri. Fotó! Isten, te izgulok. Csináltam most direkt emiatt egy albumot. Amúgy most már hagytok békén. Badoo Premiumot aktiváltuk. What? Meg is jelent egy fiatal ember. Az embereket természetesen ki fogom blörrölni, mert nem szeretnék egy pert a nyakamba. Eddig nagyon hasonló a Tinderhez, egy arc jelent meg, a neve és az életkora van ott, és elhúzhatom ugyanúgy jobbra és balra. Egyedülálló, heteroszexuális, baba, be lehet állítani a babát? Una, várjunk, akkor lehet, hogy mégiscsak így kicsit részletesebben beállítom a cuccomat. Be lehet állítani a magasságot? Uhú, milyen magas vagy, beállítjuk. Mi az, amit őszintén szeretnél? Csevegni, új embereket megismerni, randizni, komolyan randizni, majd meglátom, mi lesz, tartós kapcsolat. Jó, van annyik, hogy randizni. Őszinte véleményem, mi nevettet meg, milyen zenéket szeretsz? Na jó, ez most nincs kedvem. Szoktál alkoholt fogyasztani? Dohányzol? Szeretnél egy gyereket? Ez nagyon durva, hogy beírhatod, hogy szeretnél egy gyereket. Hozd meg a hangulatot. Nincs kedvem. Olyan, éhes vagyok, együnk. Kávéra vágyom. Háziállat, vallás. Jó, nem adtam meg magamról túl sok mindent, de megnéztem, hogy mik vannak, és tök jó. Tudom, hogy nagyon felületes és felszínes, de azt, hogy a magasságot meg lehet adni, megmondom őszintén, hogy nagyon király. Tehát, hogy nem tudjátok, hogy mennyiszer van az, amikor így nézem a képet, és így hunyorítok, hogy vajon milyen magas lehet az illető. Próbálom a mellette lévő fák és bokrok méretéhez, arányaihoz hasonlítani, hogy vajon mekkora lehet. Itt meg, hogyha ki van írva, nyilván mindenki kicsit hazudik. Jön írva, hogy 190, akkor az 186 mondjuk, de attól még már ez nagyon jó jel. Van egy olyan opció, hogy azonnali csevegés, és ott azonnal, szerintem ők azok, akik beállították, hogy nekik bárki küldhet üzenetet, és nem kell ehhez kapcsolatba állni. De remélem, akkor nem tudom, hogy nekem nem küld senki azonnal üzenetet. Mert egyébként én a Tinderben ezt tökre szeretem, ezt a biztonságot, hogy olyanok nem is tudnak neked írni, akik nem szeretnéd, hogy írjanak. És ez egy nagyon megnyugtató érzés.
De itt rögtön van egy egész listányi ember, akinek ha akarok, írni tudnék. De én most meccselgetek egy kicsit. Az... De már látom, hogy már 10 kedveltek. Azta, egy kicsit kezdek össze... Nincs is időm nézni a többieket, mert most már azokat nézem, akik engem kedvelnek. Állandóan kapom az értesítéseket, hogy ő belájkolt, meg ő. Jaj, te szegényke. Az a helyzet, hogy kicsit ilyen overwhelming, hogy annyira sok impulzus ér, tehát így próbálom nézegetni az embereket, és közben jön fentről az értesítés, hogy ő kedvelt, meg őt nézd meg, és így azt se tudom, hogy hol áll a fejem. Amikor a felhozatalt nézem, akkor amit én keresek, nekem nagyon fontos a stílus, mind az öltözködési stílus, mind a fotóknak a stílusa, ez nekem abszolút fontosabb, mint az, hogy néz ki maga az ember. Nagyon ismerős, őt ismerem esetleg? De én ezt az ember szerintem ismerem. Tudom! Ezzel az emberrel volt egyszer egy ilyen részeges este végén, nyáron, hajnali 5-6-kor a Deákon egy nagyon komoly vitám különböző politikai dolgokról, mert azt hiszem megismert a garázsmenetről, és akkor elkezdett velem vitatkozni, de hogy ő belőle nem néztem volna ki, hogy badúzik, nem tudom ez mit jelent, vagy mit árul el egy emberről. Kapcsolat! És én azokat szerettem a társkereső oldalakon, akik olyan ironikusan állnak a társkeresőhöz. Azt látom, hogy Borsod abba új Zemplény megye, aki kijön. Szóval, hogy itt nem nézik a távolságot, mert hogy Kazinc Barcika, valakivel meccselek Miskolcról, az úgy már rögtön egy kicsit megnehezíti az életet. Szóval én ezt például a Tinderben szeretem, hogy ez ott a fő kritérium, hogy hol vagy, és hol van a másik. Fú, tényleg egy kicsit fáj a fejem ettől az applikációtól. Állandóan valami új impulzus ér, és még nem értem 100%-osan, hogy ez hogy működik. Hú, oké. Ez most egyelőre elég volt a Badoo-ból, és most adok pontokat. App design és praktikusságra. Lehet, hogy a többi még rosszabb lesz, de én egyelőre 10 a maximum, akkor adok egy 4-et. Az tök jó, hogy letisztult, az tök jó, hogy be lehet állítani egyéb érdeklődési köröket, csillagjegyek, magasság, akarsz a gyereket, meg ilyesmi. Viszont too much, túl sok impulzus ér egyszerre, nem tudsz koncentrálni egy dologra, állandóan felugrik valami értesítés, állandóan minden ilyen mozog és ugrál, és túl sok ember, túl sok minden, szóval én nekem megmondom őszintén, inkább megfájdult a fejem ettől a negyed óra badúzástól, szóval eddig nem a kedvencem. Felhozattal az most nekem első körben egy picit rosszabbnak tűnik, mint a Tinder, de ez most egy negyed órából még nem lehet megállapítani, meg a többihez képest sem tudom. Szóval most egyelőre adok egy 6-ost, de ez még bármelyik irányba mehet. Az élmény az eddig, megmondom őszintén, hogy egy 2-es. A második applikációnak egy kicsit szomorú története van, vagyis ezt nem mondanám azért, de az nem más, mint a Raya. Amerikában Raya-nak ejtik, de én mondjuk Raya-nak ejteném így ránézésre, de mindegy. Kíváncsiságból letöltöttem, hogy itt létezik-e itt is Magyarországon, mert ez Amerikában egy ilyen celebrity társkereső. Instagram modellek, sportolók, bizniszben dolgozó emberek, és ez egy nagyon belterjes kör, és csak úgy tudsz bekerülni, hogyha bizonyított, hogy van valamilyen közösségi médiás elérésed, vagy hogyha ilyen-olyan sztár vagy, és mindig kell mellé ajánlói levél másoktól, és ezért lesz egy ilyen nagyon belterjes közeg. Mondtam, hogy hát a kis Insta követésemmel, meg YouTube-bal így bepróbálkozom. Spoiler, nem sikerült. Bejelentkeztem, összekapcsoltam az Instagramommal, utána kérte a telefonszámát híres ismerőseimnek. És itt kerültem abba a helyzetbe, hogy nekem a garázsmenet miatt megvan pár magyar celebritásnak a telefonszáma, de szerintem ez csak akkor érvényes, hogyha nekik is le van töltve ez az applikáció, és néztem, hogy most nem tudom, megadom Smukkandornak a számát, azzal én megyek-e valamire ebben az egészben, és attól féltem, hogy ő erről értesítést fog kapni, hogy Vég Dóri a társkereső megpróbált bejelentkezni erre az ismerettségre hivatkozva, és nem mertem, és azért inkább csak egy barátomnak a telefonszámát adtam meg. A sztori vége azért, hogy nem jutottam be, viszont arra vagyok kíváncsi, hogy ez vajon Magyarországon működik-e, szóval, hogyha ismertek bárkit, aki Magyarországon használja ezt, és hogy van-e itt egy magyar közösség, akik ezt használják, akkor azt légy szíves, mondjátok meg nekem, és könyörgöm, segítsetek bejutni, mert eszméletlenül kíváncsi vagyok. Míg Amerikában ugye ott vannak az ilyen
híres kosarasok, meg rapperek, meg mit tudom én. Itt meg összefutom, nem tudom, Csányi Sándorral. Sajnos 0 pontot kell adnunk a Reának az összesre. Következő applikáció, Vágyaid. És nem tudok erről sokat. Neve alapján természetesen ez kifejezetten olyan szexközpontú applikációnak tűnik. Picit meg vagyok illetőzve, és úgy érzem magam, mint egy ilyen kisgyerek, aki bejelentkezett sunyiban a szülei laptopjára is ilyeneket csinál. Nem tudom miért, de nagyon-nagyon kellemetlenül érzem magam. Az alkalmazásban nyílt, ruhátlan képek láthatók a tagokról. Köszöntjük az oldalon, reméljük jól fogod érezni magad. Ügyelj az illedelmes viselkedésre, és te is légy tisztelettel a többiek iránt. Már kaptam, miért kaptam már 2 üzenetet? Egy másodperc vagyok fent. Miárad, egy 34 éves férfi, miáradban vagy az oldalon, volna kedved ismerkedni? Egy 53 éves férfi szívesen készítene rólam aktfotókat. Én képet szerintem meg se adtam magamról, szóval ezeket csak úgy elküldik nekem. Most jutott eszembe, hogyha emberek itt megtalálnak engem, mielőtt kikerül ez a videó, az lehet, hogy egy picit kellemetlen, nem? Vagy nem kéne ilyennel foglalkozni. Rámennék egy embernek a homályos képére, és ki van írva, hogy ez az illető nem keres nőt, ezért csak, hogyha VIP tag vagy, akkor tudod megnézni. Fizess, hogy zaklathass olyanokat, akik rohadtul nem akarnak semmit veled. Én ezt az applikációt nem értem, nekem ez az egész teljesen zavaros. Tehát én nem is tudom, hogy most hol kéne keresnem, menü látogatók. Nem modern, és a lehető legbénábban van megcsinálva. De jó, be lehet állítani rengeteg mindent, mit szeretnél, mit vársz el, végzettség, megjelenés, magasság, testsúly, szemszín, hajszín. Nekem ez most lehet, hogy kezdetnek elég volt. Jó, én nem most kilépem. Nem akarok, aki erre az egészre úgy tekint, hogy úristen, itt akkor az emberek ilyen szexre keresnek partnert, úristen, szóval azért remélem, hogy nem így jött le nektek a reakcióm. Tök jó, hogy ilyen van, szóval én nem ezt keresem, és kicsit idegenkedem ettől az egésztől. Pontozzunk! Applikáció az borzalmas volt, egy maximum egy pontot tudok adni rá. A felhozatalt akkor ezért ezt ki is hagyjuk. Az élmény. Élményre azért adunk egy 2-est eddig, mivel ez egy érdekes élmény volt. Köszönjük szépen! A következő miatt van a legnagyobb szorongásom, mivel ez nem lesz más, mint a Facebook dating. A Facebook dating az egy viszonylag új feature-je a Facebook applikációnak meg honlapnak. Nem tudom, ez nekem azért ad egy nagy adag szorongást, mert olyan nem létezik, hogy valakivel bejelöljük egymást Facebookon, lehet, hogy nem ismerősökön keresztül találkoztunk, hanem bárhol a világ bármely pontján összefutottunk, és minimum egy közös ismerős mindig van, szóval itt nem tudom, hogy gondolom nem az ismerőseimet fogja bedobni nekem, de már ha ismerős ismerőseit bedobja nekem, akkor biztos, hogy nagyon sok közös ismerős lesz, és valamiért ettől ez nekem soknak hangzik, de mindegy. Ezt kiírja vajon a Facebookon, hogy én ezt csinálom? Jó, nem, itt írja is, hogy nem fogják megosztani sehol, hogy én itt fent vagyok, jó. Szól, hogy adjam önmagam, élő szemét képvisel a profil, igen, kövessem a megérzéseimet, jó, fő a biztonság. Milyen magas vagy? Első kérdés. Na jó, megerősítés kezdődik. Fú. Nagyon izgulok. Hogy hozzá lehet adni extra képet, de vicces, hogy ezek a Facebook képeim lesznek, amiknek egy nagy része viszonylag régi. 13 közös ismerősötök van. Kellemetlen. 2 gomb van, de egy X meg egy szív. Na jó, valakit jobbra húztam. Légy szíved egybe az igekötőket. Megmondom őszintén, hogy ez nekem is eszméletlen fontos, hogy az illető helyesen írjon. De azért én ilyen passzív-agresszívan nem írnám ki a biomba. Pont ahogy gondoltam, mindenkivel van szinte legalább 1-2 közös ismerős. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy eddig talán itt a legjobb a... Jó, nem akarom elkiabálni, de szerintem eddig itt a legjobb a felhozatal. Eddig 2 embert húztam jobbra, és mondom, sokkal jobb a felhozata szerintem eddig itt, mint bárhol, de az nem azt jelenti, hogy nekem tetszik. Tehát, hogy pont azért próbálom viszonylag objektíven nézni, hogy mi az, hogy jó felhozata, de nekem szerintem nagyon specifikus az, hogy milyen fiúk jönnek be. Azok lehet, hogy nem a Facebook társkeresőt használják. Van halas fiús fotó, úristen, hogyha ti is TikTokoztok, akkor tudjátok, hogy mennyire imádom ezeket a vicces videókat, amik egy kicsit kiparodizálják azokat a fiúkat, akik halakkal pózolnak, és azt az ilyen férfiasság jelképének gondolják.
És itt van egy halas fotó. Jesszusom, mekkora ez a hal. Most azokat nézem, akiknek én már tetszettem. Most itt van az ember, és látom, hogy már kommentálta a fényképemet, és azt írta rá, hogy hajas baba smiley. Ezt lehet cinikusan érteni, meg kedvesen is érteni, de tetszett közben. Szóval fogjuk fel, hogy kedvesen értette, és meccseljük be. Véleményt tudnak mondani olyan emberek, akiknek nem kérdezted a véleményét tulajdonképpen, de van egy YouTube csatornám, szóval erről mit pofázhatok? Semmit. Vélemény sokkal pozitívabb, mint amire számítottam. Tehát, hogy eddig ezek közül, amit itt kipróbáltam, a kedvencem. Design és praktikusság. Mondom, az nem tetszik, hogy már rögtön itt írogatni tudnak olyanok, akiket én nem kértem. De mondjuk ez tök jó, hogy végigmehetsz olyanokon, akiknek már te tetszel. Ez a Tinderen ugye a fizetős funkcióban van itt meg ugye ingyen. És amúgy ahhoz képest meg tök praktikus. A Badoo felhozatalt lehet, hogy átteszem mondjuk egy 4-esre. És akkor a Facebook felhozatalt egy 7-esre. Eddig az élményre mondjuk adok egy 5-öst. Következik a Bumble. Ez egyébként érdekes, hogy lehet választani, hogy randizni szeretnél, BFF, tehát barátokat, vagy pedig biznisz. Ja! Mi? Kötelező nekem írni az első üzenetet? Egyébként ez azért tök érdekes, mert ugye én általában kicsit félek az első üzenetet írni, mert úgy félek a visszautasítástól. Viszont ha itt a nőnek kötelező írni az első üzenetet, akkor a férfi ha akarna se tudna írni, és emiatt ez talán ezt a félelmet ezt egy kicsit elveszi, és nem zaklatnak olyanok, akiket nem akarod, hogy zaklassanak. Ez amúgy ad egy nagyon nagy hatalmat. Tök jó. És 24 óra múlva eltűnnek a meccsek, hogyha nem csetelsz vele. Pont ugyanúgy, mint a Tinder, balra húzni, jobbra húzni, balra húzni, jobbra húzni. Ami tök jó, hogy a magasság ez itt is fel van tüntetve, ez úgy tűnik, hogy csak a Tinderen nincs. Oppá! Ugye jobbra húztam. Na jó, visszavallom, hogy a Facebookon a legjobb a felhozatal. Eddig egyértelműen itt a legjobb a felhozatal. De amúgy lehet, hogy azért is, mert ez eddig az a ilyen leglipsibb applikáció, ahol a nők irányítanak, stb. Itt valószínűben vannak olyan fiúk, akik nekem bejönnek, akik már ilyen nagyon előrehaladottan gondolkoznak, férfinői egyenjogúság, stb. Eddig mondjuk 5-ből egyet jobbra húztam, ami eszméletlen ritka és sehol nem történik meg. Le vagyok nyűgözve. Van egy meccs, boom! Már van 2 meccsem, de nagyon be vagyok stresszelve, hogy akarok-e nekik írni, vagy nem. Halljátok, töröljétek most azonnal a Tindert. Bumble. Ez a meleg ágya azoknak a fiúknak, akik nekem tetszenek. Úristen, van már 5 meccsem, írjuk valakinek? Én vagyok itt, akinek kezdeményezni kell, most én vagyok az, aki nem tud csak annyit írni, hogy hello, hanem valami kreatívabbat kell. Vannak ilyen alapkérdések, amik be tudják indítani a beszélgetést, én például azt kaptam, hogy mi az, aminek örülsz, hogy a szüleid nem tudnak rólad? Most mit írjuk erre? Most valami nagyon quirky választ kéne adni. Nem tudom! Tök ez szánalmas. Nézem az időt a kamerában, 6 perce gondolkozom már a válaszom, és így itt ülök, és nem tudom. Fú, hát, applikáció, azt kell, hogy mondjam, hogy 10. Tetszik a design, tetszik a színe, legpraktikusabb eddig, nem túl sok info, nem jön túl sok dolog egyszerre, tetszik a hozzáállás, tetszik, hogy az én kezemben van az irányítás, és felhozatal 10. 10. 10-10. Az élményre adjunk még most egy 9-et, és akkor ez még felmehet egy 10-esre. Most jutott eszembe, hogy azért adok inkább az applikációra 9-et, mert ez a 24 órás dolog, ez nagyon bestresszel. Marketing fogásként zseniális dolog, mivel csak 24 órád van, ezért ez arra késztet, hogy minden egyes nap megnézd, hogy van-e új meccsem, csak 24 órán majd gyorsan írni kell nekik. Nem tudsz tartani egy kis társkereső detoxot és pár napra meg se nyitni, hanem muszáj minden egyes nap megnyitni, nehogy pont most legyen egy új meccsem, akinek gyorsan írni kell. Szóval ez nekem ez a 24 óra utána örökre eltűnik az ember dolog, ez kicsit bestresszel, és ez annyira nem tetszik. Ha fizetsz, akkor meghosszabbíthatod a 24 órát természetesen, de azt be kell vallanom, hogy egy zseniális ötlet. Tehát, hogy akik a Bumble-t kitalálták, azok nem most jöttek le a falvédőről.
Következő applikáció. Én nagyon élvezem ezt, remélem ti is, nem tudom, hogy ez nézve mennyire szórakoztató. Az OkCupid, vagy OkCupid. Itt viszont nagyon egyértelműen meg lehet adni, hogy kavarni szeretnél, új barátokat, rövid távú kapcsolat, hosszú távú kapcsolat. Ami a rövid távú kapcsolat, az fura, mert nekem az inkább akkor az ilyen kavarásba tenném. Tehát, hogy ki az, aki előre kijelenti, hogy ilyen rövid távú kapcsolatot keresek. És akkor most jönnek a kérdések. Mit szeretnél, milyen hosszú legyen a következő kapcsolatod? Egy éjszaka, pár hónaptól egy évig, több év életem végéig. Bérem, hogy pár hónap. Szóval akkor most jól értem, hogy akkor te voltál az, aki kijelentette, hogy egy rövid távú kapcsolatot keres. Most be lehet ixelni, hogy az ideális emberem mit válaszoljon erre a kérdésre. Ez amúgy nagyon okos, mert a logikusan az lenne a válasz, hogy ugyanaz, én esetemben ideálisabb az, hogy valaki olyannal szeretnék összejönni, aki meg több évig, ő több évre keres. Beírom, hogy több évre. Szeretsz-e politikáról beszélni? Igen. Ő is szeressen. Politikai hozzáállás. Mondjátok velem együtt. Ó, ez érdekes, hogy inkább vagy normális, vagy fura? Én magamra egyértelműen a furát mondanám. Szerintem van egy olyan érzésem, hogy ezzel egyetértenének páran. És legyen egy fura srác. Melyik a romantikusabb, Párizsban csókolózni, vagy pedig egy... Kapom itt a Bumble értesítést. Vagy pedig egy sátorban. Azt mondom, hogy Párizsban, mert annyira hiányzik most már az utazás, hogy most a sokkal jobban hangzik, mint egy sátor. Amúgy kempingezni is szeretek, szóval ez egyébként nem olyan fontos. Ú, ez jó. Hogyha nem csinálsz semmit egész nap, hogy érzed magad? Én borzalmasan, egy lusta szarnak. Érezze magát ő is. Kreatív type, legyen az, hogy igen, legyen ő is az. Nézzük, hogy hát ha kapunk ilyen kreatívokat, mert ha valakinek valamilyen kreatív munkája van, az nekem nagyon vonzó. Nem értem, mert most kijött valaki mondjuk Ausztriából, és szerintem az az illető Ausztriában is tartózkodik. Ami viszont tök érdekes, hogy minden ember alatt van egy százalékszám, hogy hány százaléknyire vagyunk kompatibilisek. Például itt ez az úriember 92%-ban kompatibilis hozzám, tehát a válaszok, amiket én adtam, ugyanolyanokat adott ő is. Az egész olyan fura, olyan nem annyira jó érzés kezelni az applikációt. Itt van egy tök helyes srác, és alá van írva, hogy Bécs, Ausztria. 81% kompatibilisség, tök szimpi. És akkor jó, most meccselem, és akkor most mi van? Ugye a Tinderen van egy olyan feature, hogy rá tudsz menni egy adott városra, a világ bármelyik pontján, természetesen a fizetsz érte, és tudsz meccselni ott lévő emberekkel. És annak úgy van értelme, hogy kíváncsiságból meg lehet nézni, hogy hol, milyen emberek vannak, de így, hogy most random bedob nekem egy Berlint, meg egy Bécset, annak szerintem itt semmi értelme nincsen. Értem, oké, megvan. Tehát fölül választhatsz, azok közül szeretnél meccselni, akik a lehető legkompatibilisebbek a személyiségedhez, vagy pedig van egy olyan, hogy így nézegethetsz a világ körül, vagy pedig azok, akik éppen online vannak, így a világon bárhol, új emberek, népszerű emberek, jó, az fizetős, és akik közel vannak, és akkor a közel vannak, az inkább a Tinder, és ott is látjuk a százalékot, viszont itt meg csak magyarok vannak. Akkor ennek az applikációnak tényleg az a felfogása, hogy te lelki társadat meg tudod keresni ezek a kérdések alapján, és éljen az az ember bárhol, te őt meg fogod találni. Hogy is mondjam? Ez kicsit így azt tudom elképzelni, hogy mit tudom én, egy csajos ottalvos bulinálsz, mindenki kitölti ezeket a kvíz kérdéseket, és akkor így közösen meg lehet nézni, hogy kinek a lelki társa az a világ melyik pontján él. Nekem pont egy bécsi srác volt ez eddig legnagyobb százalékban egyező lelki társam, és akkor ez ilyen vicces. Ezt én annyira nem találom fenntartható megoldásnak. Applikáció nekem annyira nem tetszett, nem volt elég letisztult nekem, és olyan nem volt annyira jó érzés használni. Arra adjunk egy 3-ast. Felhozatal az eléggé jó, az kap egy 8-ast. Élmény, egyébként én jól elszórakoztam vele, de hogy közben bennem volt ez a gondolat, hogy én most így tényleg konkrétan csak pazarlom az időmet, szóval a 6 és a 7 között gondolkozom, kapjon egy 6 és fele. Utolsó applikációhoz érkeztünk, ami nem más, mint a randi vonal. Hallottam már emberekről, akik randi vonalat használnak, mondjuk olyan 40-50 évtől kezdődően. Nézzük meg, hogy mit kínál ez az applikáció. Éppen csinálom a regisztrációt, van egy gyereket, szeretnél egy gyereket, testalkatod. Ez az, hogy testalkat, az szinte az összesnél megjelent, de egyiknél sem volt eddig kötelező. Mi az, hogy kötelező ahhoz, hogy el tudjam kezdeni? Eddig nem szimpi. Jó, akkor családi állapot, hajad... Hajadon vagy nőtlen. Na, oké.
ezt az applikációt, ezt már most elkönyvelhetjük a boomer társkeresés melegágyának. Mi az, hogy be kell írnom azt, hogy hajadon? Van gyereked? Nincs. Szeretnél gyereket? Majd igen. Testalkatod. Vékony, átlagos, sportos, molett vagy mackós, néhány kiló plusz, ez mennyire megalázó! Tehát, hogy a testalkatomat meg kellett adni, de például azt, hogy hány éveseket szeretnék látni, azt nem görgetek le, 30 alatt nincs eddig, és inkább az ilyen 38 körül az átlagos. Most véletlen sorrendre van beállítva, és egy ilyen kollásszerűség jön be, tehát látjuk az embereket, de valaki egy nagy képet kap, aztán páran csak kis képeket. Bence 37, ne idegesíts. Legfiatalabb 28. Most az összes randigurún lévő embert látjuk, és 28 a legfiatalabb. Akkor várjunk! Akkor én vagyok. Hogyha a fiúk közül 28 a legfiatalabb, akkor a lányok közül valószínű én vagyok a legfiatalabb. Borzalmas az applikáció, nem tudom, nem enged ki. Engedj már ki. Jó Istenem, nem bírom, nekem ennyi elég. Applikáció. Nulla. Alig lehet eljutni A-ból B-be, állandóan csak azt akarja, hogy fizess, nem engedett képet feltölteni, teljesen indokolatlanul dobta be nekem az embereket. Felhozatal, nagyon sajnálom, de -2. Élmény. Nulla. Borzalmas élmény volt. Nagyjából egy héten keresztül aktívan megpróbálom használni ezeket az applikációkat. Felállítjuk a végleges társkereső rangsorunkat. Bumble update egyébként. Ráírtam még egy emberre, mert szimpatikus volt, de hogy nekem sajnos nincs olyan sok motivációm, hogy írogassuk embereknek, főleg, hogy most nem is keresek nagyon senkit meg. Van egy csomó szimpatikus srác, az van bennem, hogy csak arra szeretnék ráírni, aki nagyon tetszik. Viszont 24 órája van a lányoknak, hogy írjanak a fiúnak, és ott oda van írva, hogy pénzért meg tudod ezt hosszabbítani. És így néztem mindig, hogy most miért kéne nekem ezt meghosszabbítanom, hogy te 24 óra alatt nem tudok időt szakítani arra, hogy írjak, vagy hogy még gyűjtöm a bátorságot. És most láttam, hogy az egyik úriember meghosszabbította a 24 órát, szóval adott nekem egy extra 24 órát, hogy írjak neki, amiért neki fizetnie kellett. Most nem tudom, hogy ez az, hogy fizet valami havi csomagot, és abban ez mindig benne van, vagy minden egyes emberért fizetni kell, de a cuki narratív a kedvéért, mondjuk azt, hogy azért kellett fizetnie, hogy engem meghosszabbíthasson, mert ez az egómat nagyon szépen így simogatja. Aztán valószínű, hogy nem így van, hanem csak valami havi összeget fizet, ami miatt meghosszabbíthatja. Mivel itt fizikai képtelenség, hogy ő tudjon nekem írni, ezért ez nagyon jól esett, és egyébként magamtól lehet, hogy nem írtam volna, de egy szimpatikus srác, szóval úgy döntöttem, hogy ha tényleg fizetett azért, hogy most ez meghosszabbodjon, ezért írok neki. Dóri a jótékony lélek. Egyébként, hogyha nem tudsz mivel ráírni az emberre, ugye van ez a kérdezős, és van egy olyan, hogy say hello. És ezt a múltkor megnyomtam, és valamilyen eszméletlen idegesítő, irritáló gifet küldött az embernek. Én azt gondoltam, hogy valami kis integetést, vagy ilyesmit. Nem, egy gifet, ami miatt annyira szégyenkeztem, mert néztem, hogy én magamtól egy ilyen gifet soha nem választottam volna ki. Az a baj, nincs kedvem semmi kreatívat írni. Köszi a meghosszabbítást! Na jó, megnyomom a gifet. Jó, megint kaptunk egy jó kis gifet, egy bácsika, aki integet. Egyéb hírek a vágyait.hu-t egyszerűen. Tudjátok, ez egy kicsit olyan, hogy kicsit így elborzadok, de hogy nem bírom ki, hogy ne nézegessem, hogy mik vannak ott. És én nem szeretném senkinek az ilyen fétiseit, beállítottságát kritizálni, mert szerintem mindannyian mások vagyunk. Itt nagyon vicces, hogy sok fura fétist lát így az ember. És nagyon sok üzenetet kapok, de úgy, hogy nincs is fotóm, meg semmi, szóval, hogy tényleg csak egy álnév és egy életkor vagyok, meg hogy nő. Tinderen így szóba sem állnának velem, itt meg valami napi 50 üzenetet kapok. Ha eddig nem lett volna elég egyértelmű, a randi vonal hivatalosan is cancelled. Elkezdtek nekem emberek üzengetni, az üzenetet megnézhetem, és a miniatűr képét, meg a nevét és az életkorát láthatom az illetőnek, de hogyha válaszolni szeretnék, vagy részletesebben megnézni, kitől kaptam az adott üzenetet, akkor fizetnem kell.
játszani, ezt felháborítónak tartom, és nem néztétek meg a piacot, hogy ezeket a szolgáltatásokat, amikért pénzt kértek, az összes másik társkereső applikáció ingyen adja? Az applikáció az konkrétan használhatatlan, kilépni valahol 6-szor kell megnyomnom a kilépés gombot, hogy kimenjen onnan. Általában onnan nehéz kimenni, hogy fizessél. Egy kedves 30 éves illető, hogy szimpatikus vagyok az adatlapom alapján, lenne kedvem beszélgetni. Ha esetleg nem tudnál visszaírni, akkor itt van az e-mail címem. Ebből látszik, hogy ez az alkalmazás azért nem feltétlenül a mi generációnknak lett kitalálva. Tehát, hogy itt e-mail címet szoktak cserélni, hogy az emberek megúszszák a fizetési kötelességeket, szóval ez így megmosolyogtatott. A Badoo-nak is azóta aktív felhasználója vagyok. Rájöttem, hogy ez azért van, ez a rengeteg információ, amit itt látok, mivel az első 3 nap automatikusan megkapod a prémium változatot, ami azt jelenti, hogy azt is látod, hogy téged kikedvelnek, szóval miközben swipe-olgatok, már rögtön látom, hogy annak az illetőnek én tetszem-e vagy nem, és kapok egy listát is az emberekből, akiknek én tetszem. Viszont ez nagyon sok egyszerre, tehát egy egyszerre annyi információt és annyi embert és annyi impulzust kapok, hogy fáj a fejem tőle konkrétan. Szóval, hogyha szerintem mondjuk, nem tudom, egy hét használat után az kiérdemelnéd, hogy kapsz 3 nap prémiumot vagy ilyesmi, az sokkal logikusabb lenne, mert ez így eszméletlenül sok egyszerre. Meg ami nagyon nem tetszik, hogy az üzeneteknél, eddig 2 embert meccseltem itt vissza, abból az egyik írt is nekem, viszont kaptam egy csomó üzenetet random emberektől, akiket én nem meccseltem vissza egyáltalán. És nem tudom, hogy ők mondjuk fizettek ezért, hogy olyanoknak is írhatnak, akik nem meccselik őket vissza, vagy ezt hogy tudták megoldani, de én nekem ez nagyon nem szimpatikus. Tehát ez nekem az, ami rögtön elveszi a kedvem. És ráadásul ugyanabban a kupacban vannak azok az üzenetek, akiket én visszameccseltem, és akiket nem, és teljesen random emberek. Most ezekből hogy kuperáljam ki, hogy kik azok az emberek, akiket én őszintén vissza szerettem volna meccselni? Nem lopta magát a szívem. Be. Nagyon sajnálom, de a Badoo-s felhozatalt, azt lejjebb kell vinnem a pontszámot. Rám ír, hogy S-Y-A, Sia, minthogyha ez valami paródia lenne. Meg valaki rám írt, hogy szia, te komolyan 22 éves vagy, és ilyen röhögő fejek. És néztem, hogy ez csak kíváncsi voltam, hogy idősebbnek vagy fiatalabbnak gondolt, mert nem gondoltam volna, hogy annyira vicces vagy drámai információ az, hogy én 22 éves vagyok. És erre válaszoltam, hogy miért mennyinek tűnök, mert csak kíváncsi voltam. Egyébként annyinak, csak sokan nem az igazi korukat írják le. De ha annyinak tűnök, akkor miért kérdeztél így rá ilyen röhögős fejekkel, meg ilyenek, hogyha annyinak tűnök? Nem értem. Én akarok innen menni. 5 nap telt el pontosan. És arra jutottam, hogy elegendő idő nagyjából, hogy értékeljem az applikációkat, szóval menjünk is szépen végig rajta. Nagyjából minden nap minimum 1-2 felmenegettem ezekre az applikációkra, és használtam őket. Badoo, szerintem a Badoo, azt kell mondjam, hogy borzalmas. Egyértelműen van rosszabb, de van sokkal jobb is. A siker, vagy a potenciális siker, mert nem annyira beszélgettem ott senkivel, de nem is van annyira volt okom, a potenciális sikert is mondjuk 2-re értékelném. A Raya vagy Raya, nem tudom kiejteni, azt sajnos diszkvalifikálnunk kell ebből a ranglistából, mivel azóta sem sikerült bejutnom, így nyilván nem értékelek egy olyan applikációt, amit ki sem tudtam próbálni. Ki kell húznunk a listáról. Pedig nagy reményeim voltak ezzel kapcsolatban. Vágyait.hu. Na, itt is elgondolkoztam a diszkvalifikáción. Lehet, hogy van olyan, aki itt találja meg a párját, de hogy általában itt nem ez a fő vonal. És azért ez nem passzol ide, tehát nagyon nem szeretnék úgy viselkedni, lehet, hogy kicsit úgy viselkedtem egyébként, mint egy infantilis hülye gyerek, aki így elszórakozott rajta. Ezzel nem szeretnék senkit minősíteni egyáltalán, szóval tök oké, hogyha valaki nagykorú létére használja ezt az applikációt, és sikere van benne, és talál egy olyan partnert, akivel megegyeznek a preferenciáik, és ez tök jó, viszont én nem ezt kerestem, nem ezt keresem, és az élményt, azt 2-est adtam az élményre, azt mondjuk átírom egy 5-ösre, mert megmondom őszintén, ahogy mondtam, infantilis hülye gyerek, az a helyzet, hogy jól szórakoztam egy kicsit rajta. Tehát így a Martinnal nézegettük, hogy milyen üzenetet kaptam, viszont azért 10-et se adnék, mivel egy kicsit nyomasztó is volt. Nagyon sok házas embert láttam, aki itt egy megcsaló partnert keres, nagyon sok nagyon idős embert láttam, szóval az egész egyben volt egy nagyon nyomasztó dolog, és egy szórakoztató dolog. A sikert azt nálam ugyanúgy egy minusszal jelezném. Facebook datingnél az elvárásaim annyira alacsonyan voltak, hogy ez abszolút überelte, és néztem, hogy jó, az egész jó, viszont a használata nem volt annyira szórakoztató. Valaki rám írt úgy, hogy grrr, szia, mia, meg ilyenek voltak, és valamiért, tehát, hogy
nem olyan rossz, és talán egy fokkal jobb a felhozatal, mint a Tinderen, de valamiért, ha választanom kéne a kettő között, én mégis inkább a Tindert választanám, olyan, az egész olyan kicsit olyan kényelmetlen, kellemetlen, használni nem annyira praktikus, és olyan fura, hogy a Facebookon van, és akkor Facebookra kell mennem. Viszont itt szerintem el lehet érni sikereket, szóval szerintem a potenciális siker rátája mondjuk egy 6-os. Bumble, összesen 3 emberre írtam rá, mivel itt tényleg az a helyzet, hogy ez itt az a jó, hogy az agyad nem telik meg túl sok információval, mivel én tényleg csak azokra írok rá, akire azt mondom, hogy wow, na ő nagyon tetszik. Szerintem itt a 9-es élményt azt megtartanám továbbra is, és szerintem a sikerrátát is, tehát hogyha valahol, akkor szerintem itt lehet a legnagyobb sikereket elérni, ezt felnyomom egy 8-ra, mivel én tényleg csak azokra írnék rá, akik nagyon-nagyon megfognak, és azért nem azon, hogy 20 millió emberrel beszélek egyszerre, és akkor már teljesen elértéktelenedik egyetlen egy beszélgető partnernek az értéke, hanem akkor azzal egy tartalmasabb beszélgetés el tud indulni. Oké, aztán jön az OkCupid, ami továbbra is fun volt, továbbra is nagyon sok jól kinéző emberrel találkoztam, viszont a sikerrátát, arra maximum egy 3-ast adhatok. Tehát, hogy valóban egy 6 és feles az, hogy mennyire élveztem, vagy mennyire élvezem ennek az alkalmazásnak a használatát. Tök érdekes nézni a külföldi és más országokból származó embereket, viszont utána nem tudunk mit csinálni, tehát, hogy visszamecselt az egyik nagyon helyes bécsi srác. Szerintem, hogy jó, írok neki, és kérdeztem, hogy te akkor most legit bécsi vagy nem értem ezt az applikációt. Hihi, I'm so quirky. Írta, hogy hát igen, bécsi vagyok, és akkor néztem, hogy jó. Hát akkor most mi van? Ebből nagyon nagy sikereket nehezen lehet elérni, de azt élveztem azt a részét, ahogy válaszolgatni kellett kérdésekre, és akkor mennyire meccselünk. Egyik applikáció sem okozott nekem ennyi dühöt és frusztrációt, mint a randi vonal. Tehát, hogy felháborítónak tartom, hogy fizetni kell azért, hogy képet tölthessek fel, hogy megnézhessem annak az adatlapját, aki rám ír, hogy válaszolhassak annak, aki rám ír. De az, hogy látjuk egy kis ikont, hogy János 38, ez egy eléggé on point példa itt ebben a szenárióban, akkor nekem fizetnem kell. És valami havi 4000 valamennyi. Tudom, hogy valószínűleg nem én vagyok a célközönségük, és ez teljesen oké, csak szomorúnak tartom, hogy mivel lehet, hogy az az idősebb generáció nem tudja, hogy ilyen társkereső applikációk már vannak ingyen, és csak mondjuk egy-egy extra szolgáltatásért kell fizetni, de az alap kép megnézése, csetelés és stb. Ingyen van, és ezért azt hihetik, hogy emiatt ki tudnak sajtolni belőlük pénzt ezekért az alapszolgáltatásokért, de hogy úgy nem a legmodernebb, nem nagyon veszi fel a ritmust a többivel. Sajnos a sikert és az élményt is nullán kell tartanom, megvannak az eredmények. A Dóri féle szubjektív véleményen alapuló nagy társkereső teszt, diszkvalifikált, így helyezést nem kapó, de nagyra becsült alanyai, nem más, mint a Réa és a vágyai.hu. Egyikőtök sajnos túl fancy ahhoz, hogy bevegyen a klubotokba, a másik meg egy kicsit más, és én erről nem tudtam. Minden tiszteletem. Így elérkeztünk az 5. helyezethez. 5. helyezett a nagy társkereső tesztben, nem más, mint a randi vonal, mínusz 2 ponttal. 4. helyezett a dobogóról, épp hogy lecsúszva jön a Badoo, 12 ponttal. Dobogó 3. helyezettje, OkCupid, 20,5 ponttal. Ez már egy tisztességes 2-es, hogyha most egy dolgozatnál néznénk a pontokat. Gratulálok, átment a szűrő. 2. helyezett, nagyon nagy pozitív csalódást okozva a Facebook dating applikációra, 25 ponttal. Ez szerintem már a 3-as határát is súrolja, szóval gratulálunk Facebook. Ettől függetlenül ezeket mind ki fogom törölni. És az első helyezettünk 36 ponttal, az nem más, mint a Bumble. Gratulálunk neki, Bumble tiéd a fődi. Ennyi is lett volna ez a videó. Ha ismertek még társkereső applikációkat, amik nem kerültek be ebbe a videóban, ne tartsátok magatokban, írjátok meg, és akkor esetleg csináltok ennek 2. részt is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, iratkozzatok fel, amíg nem tettétek volna meg. Találkozunk a testében. Azt hiszed zöld vagy, meg a nézetkenyeid a földre potyognak.